magyarázat a tanácselnökkel, mondja csak? Hát nagyon akartam kapni. Na, és most mondja, hogy ki a váltat? Meg kell akartani, nagyon kell csapni, ki a váltat. Tele volt a községház udvar, meg az utca. Utána odaálltam eléje. De te még mondtál is valamit, hát, hogy hagyják. Hát hogy hát mondom, ne legyen nagyik, mondom, ugye kiabáltam ezének, mondom, ne legyen nagyik ma annak az a híre, hogy hát agyon csapták a tanács elnököt, mondom, ha Pék László, mert amúgy a neve, ha Pék László bűnös volt, majd lesz arra illetékes hatóság, aki fölötte egy írkezik. Ezt kiabáltam a tömegnek. Hát aztán nekem gyűjtett. Tehát ezért volt a izét. Hát kavartott a májában, aztán rám cigált, azt mondja, megkezdett a rohadt csavargót, pártolod? Mondom, Miklós, én nem pártolom, de nem bántom. Álljon meg a menet, mondom, én még máma vizetre itt a Miklós. Be volt a grúgva, hát az volt a legnagyobb baj. Azt is úgy összeverték, hogy a légényegi a habba ad bele. Ja. A Miklós bácsi. Úgyhogy aztán hát ráncigalat, úgy éreztem itt a vasalt a tanácselnöknek. Na jó, hát aztán mikor ez a házkutatás volt, hát állítólag ugye a Pék az nem akarta, hogy engem behozzanak az alállomású. Állítólag a pufajkás, meg a másik a rendőr, hogy ezek akarták, hogy behozzanak. Aztán ugye ez a Józsi azt mondta ott a községházam, mert ugye nem voltam otthon, visszavittem a községházára, hogy mi legyen, nem vagyok otthon. Mondom, mert engem be kellett volna hozni, megverni. Aztán, hát, hogy a tanácselnök az nem szólt semmit, aztán hát elég az hozzá, hogy hát leálltok, hogy hát mégis akkor nem hoznak be, mert a rendőr, ez a haverom, azt mondta, hogy mink sokat járunk vidékre, nem biztos, hogy itthon vagyunk. Hát az így volt, mert én ezért, ha a Miskolcú húzunk egy vonalat le Söjtörig, ez Magyarországnak ezt az oldalát, ahol alállomás van, azt mind összejártam. Hát kazánokat javítottam, meg egyéb ilyen munkákat végeztem, ugye lakatos volt a szakmám. Na, azt elég az hozzá, hogy hát így megúsztam a megverést.